Magyarország, ez a közép-európai ország, gazdag történelméről, élénk kultúrájáról és lenyűgöző tájairól ismert. A dombos vidékektől a hatalmas síkságokig, ez az ország egyedi természeti örökséggel büszkélkedhet. Ehhez az örökséghez adódik hozzá egy új nemzeti kincsünk elismerése, a sinka kutyafajta. Ez a figyelemre méltó fajta, ősi vérvonalával és rendíthetetlen szellemével sokak szívét meghódította. A sinka kutya útja a nemzeti elismerésig a magyar tenyésztők elhivatottságának és a fajta maradandó értékének bizonyítéka. Évszázadokon át a sinka hűséges társa volt a pásztoroknak, szorgalmasan védve az állatállományt és eligazodva a kihívásokkal teli terepen. Most a sinka méltó helyét foglalja el, mint a magyar büszkeség és a kutyás kiválóság szimbóluma. A sinka kutya története Magyarország szívében a Hortobágy hatalmas síkságain kezdődik. Ez a vidék, amely hatalmas legelőiről és hagyományos pásztor életéből ismert, tökéletes környezetet biztosított a fajta számára, hogy kialakítsa egyedi tulajdonságait. Évszázadokkal ezelőtt a magyar pásztoroknak olyan kutyára volt szükségük, amelyik bírja a munka nehézségeit. Olyan kutyára volt szükségük, amely intelligens, fürge és elég erős ahhoz, hogy megbirkózzon a nyájjal. Gondos szelekció és tenyésztés révén ezek a pásztorok formálták a sinkát azzá a figyelemre méltó fajtává, amely ma ismert. Generációkon keresztül a sinka vérvonalát gondosan megőrizték, biztosítva a kívánatos tulajdonságok öröklődését. Az eredmény egy olyan kutya, amely az erőt és az intelligenciát testesíti meg, tökéletesen alkalmazkodva a magyar tájhoz és a terelés kihívásaihoz. A sinka kutya nem csupán egy terelő kutya. A magyar pásztor társa. Kapcsolatukat a kölcsönös tisztelet, a bizalom és egymás erősségeinek megértése alapozza meg. A sinka intelligenciája abban mutatkozik meg, hogy gyorsan tanulja a parancsokat, és könnyen alkalmazkodik a különböző helyzetekhez. Gyorsan tanulnak, képesek megérteni és reagálni a pásztor sípjelzéseire és gesztusaira. Ez a mély kapcsolat a kutya és a pásztor között a sinka hűséges és odaadó természetének bizonyítéka. Nem egyszerűen csak követik az utasításokat. Aktívan részt vesznek egy olyan partnerségben, amelyet generációk óta csiszoltak. Ez a veleszületett megértés és a hajlandóság az emberekkel való együttműködésre felbecsülhetetlen értékűvé teszi a sinkát minden olyan pásztor számára, aki elég szerencsés ahhoz, hogy egy ilyen kutya legyen az oldalán. Igazi látványosság nézni egy sinkát munka közben. Könnyed eleganciával szövöget a nyájban, mozdulatai kiszámítottak és pontosak. Terelési stílusa nem a nyers erő, hanem inkább a gyengéd irányítás és a finom nyomás. Egy jól időzített ugatás, egy apró lökés a megfelelő irányba. A sinka pontosan tudja, hogyan kell mozgásban tartani és biztonságban tudni a nyájat. Fürgessége és kitartása lehetővé teszi számára, hogy hatalmas távolságokat tegyen meg, könnyedén eligazodva a kihívásokkal teli terepen. Legyen szó akár a nyílt síkságról, akár a zordabb hegyoldalakról, a sinka elemében érzi magát, amikor dolgozik. Ez a terelési ösztön a DNS-ében gyökerezik, ami az évszázados, erre a célra való tenyésztés eredménye. Ötödik rész. Nem csak szép. A sinka meghatározó jellemzői. A sinka kutya megjelenése épp oly lenyűgöző, mint a munka morálja.
közepes termetű fajta, robusztus testalkulata az erejét és a szívósságát tükrözi. Dupla szőrzetük, amely fekete, szürke és őszbarna árnyalatokban pompázik, szigetelést biztosít a hideg és a meleg ellen is. A szinka egyik legjellegzetesebb vonása a farka. Ezt általában közepes hosszúságúra kurtítják, ami a hagyományokban és a praktikusságban gyökerezik. Ez segít megelőzni a sérüléseket, miközben sűrű ajnövényzetben vagy az állatállománnyal dolgoznak. Mandulavágású szemeik, amelyek gyakran barna árnyalatúak, intelligens és éber tekintetet kölcsönöznek nekik, tükrözve éles elméjüket és figyelmes természetüket. 6. rész. Egy szelíd óriás. Vérmérséklet és taníthatóság. Munkaképességükön túl a sinkakutyák szelíd és szeretetteljes természetükről is ismertek. Hűséges társak, akik szoros köteléket alakítanak ki családjukkal, és játékos oldalukat mutatják azokkal, akikben megbíznak. Intelligenciájuk rendkívül taníthatóvá teszi őket, igyekeznek a kedvünkben járni, és gyorsan tanulnak új parancsokat. Terelési ösztöneik azonban erősek. A korai szocializáció és a következetes nevelés elengedhetetlen ahhoz, hogy megtanuljanak különbséget tenni a terelési helyzetek és a mindennapi élet között. A megfelelő irányítással és rengeteg szellemi és fizikai stimulációval a szinkakutyák jól érezhetik magukat családi környezetben is. 7. rész, városi élet vagy vidéki lét. A megfelelő otthon megtalálása egy sinkának. Bár a sinka kutyák hihetetlenül alkalmazkodó képesek, a tér és a cél iránti igényük azt jelenti, hogy nem minden háztartásba illenek. A városi élet korlátozott terével és állandó zavaró tényezőivel túlterhelő lehet egy olyan fajta számára, amely a tágas terekhez és a feladatokhoz szokott. Olyan környezetben érzik jól magukat, ahol van helyük a mozgásra, és van feladatuk, ami leköti az elméjüket és a testüket. Azok számára, akik aktív életet élnek, és szeretik a szabadban lenni, a szinka hihetetlen társ lehet. Kiválóan teljesítenek olyan tevékenységekben, mint a túrázás, a futás és az agility. Egy unatkozó sinka rombolóvá válhat, ezért elengedhetetlen, hogy biztosítsuk számára az energiái és az intelligenciája levezetésének lehetőségét. 8. rész, egy nemzet ünnepel hivatalos elismerés és fényes jövő. A sinka kutya nemrégiben történt nemzeti kincsé nyilvánítása a magyar kultúrában betöltött maradandó örökségének bizonyítéka. Ez a rangos cím magával hozza a fajta egyedi vérvonalának megőrzésére és a felelős tenyésztési gyakorlatok népszerűsítésére irányuló erőfeszítések fokozását. Folyamatban vannak a fajta standardok megállapítására, és a sinka történetének és fontosságának megismertetésére irányuló erőfeszítések. Ez az elismerés nem csak a szinkát ünnepli, hanem Magyarország kulturális örökségének megőrzése iránti elkötelezettségét is kiemeli. A jövő fényesnek tűnik e figyelemre méltó fajta számára, mivel egyre többen fedezik fel a szinka kutya intelligenciáját, hűségét és rendíthetetlen szellemét. 9. rész, a sinka öröksége, a magyar hagyományok bizonyítéka. A sinka kutya Magyarország gazdag pásztor hagyományainak szimbóluma, az ember és az állat közötti kötelék élő bizonyítéka. Évszázadokon át létfontosságú szerepet játszottak a magyar pásztorok életében. Hűségük és munkamorájuk töretlen maradt. Nemzeti kincsé nyilvánításuk biztosítja, hogy örökségük a jövő generációi számára is fennmaradjon.
A sinka kutya arra emlékeztet bennünket, hogy a legértékesebb kincsek némelyikét nem a múzeumokban, hanem azoknak a szívében és otthonában találjuk, akik értékelik az ember és kutyatársa közötti egyedülálló köteléket.